Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Nézzük a következő feladatot, amikor is ismerjük két eseménynek a valószínűségét. A-nak 0,7, B-nek 0,8, és a kérdés az, hogy ezen információk alapján a Metszet Unióra, illetve a Metszetre valószínűségére vonatkozóan tudunk-e valamit mondani, meg tudjuk esetleg mondani, hogy pontosan mennyi. Ha nem, akkor meg ugye milyen alsó-felső határok közé tudjuk beszorítani. Hát alapból természetesen mindig a 0-1 közé be lehet szorítani, tehát ennél azért pontosabb eset is kell majd akkor végeznünk, hogyha ténylegesen az jön ki, hogy ugye pontosan nem adható meg. No, kezdjünk hozzá, és persze használjuk a Venn diagramot, az A unió, ugye B, ugye itt fölvesszük, van két halmazunk általában így, ugye jelöljük, hogy azért van közös részük, tehát ez itt az A, ez itt a B halmaz, és akkor jól láthatóan az A unió B, az kifejezhető úgy, hogy ez a B halmaz, esemény plusz, ugye az az unió, és akkor itt az, a, ami kimaradt, ugye, ami nem más, mint az A-B esemény. Azt azért használjuk, mert akkor két diszont eseményünk unióként van fölírva, tehát az A unió B-re vonatkozóan írhatjuk, hogy az B plusz, ugye az A-B-nek a valószínűsége, tehát ez azt jelenti, a PB-t ismerve, és akkor egyértelmű legyen A-B, itt is akkor itt valószínűsége az A-B-nek, tehát akkor ez itt 0,8 plusz, melyik itt van a A-B eseménynek a valószínűsége. És természetesen ez a halmaz, hát ez lehet, hogy ugye teljes egészében benne van a B-ben, vagy hát ezt már megnézzük, hogy ténylegesen lehet-e két diszjunkt halmaz, de jól láthatóan ennek a A-B-nek halmaznak a eseménynek ugye a valószínűség, hát az nagyon függ attól, hogy a B-ben hogy viselkedik, hol helyezkedik el, tehát nem lehet egyértelműen megmondani. Nem lehet egyértelműen megmondani, hogy az A unió B-nek a valószínűsége az pontosan ennyivel vagy annyival lesz. Annak megfelelően, hogy ez a piros hol helyezkedik el. És majd nézzük ezeket az eseteket, hogy itt ezt a pirosat el tudom-e húzni, bocsánat, vagy nézzük azt, hogy a pirosat bele tudom-e tolni a B-be. Tehát van-e, ugye, az egy szélsőséges eset, hogy itt van a B halmaz, és akkor itt az A teljes egészében benne van. Hát nyilvánvalóan ezt meg tudom tenni, ugyanis ugye az A halmaznak a valószínűsége 0,7, a B 0,8. Hát akkor a B természetesen ugye a teljes egészében tartalmazhatja az A halmazt. Ebben az esetben az A-B nincs olyan elem, ami csak az A-ban van, de a B-ben nincs, az az üres halmaz. Tehát az A-B-nek a valószínűsége, pirosra kellett volna írni, ugye ez lesz a nulla. Az A-B az a lehetetlen esemény, tehát ez a valószínűség az egyenlő nullával. Tehát ebben a szélsőséges esetben azt kapjuk, hogy az A unió B az, hogy ez nullával lesz egyenlő, ez itt a 0,8. Hát különben meg van metszet, tehát különben meg ugye az A-B nem lenne egy olyan nullával, tehát ez biztos, hogy már fel is írom, hogy el ne felejtsen, az A unió B-re vonatkozóan egy alsó korlát, ami ott van megvalósítható, ugye mondtuk, hogy a nullánál biztos, hogy nagyobb, de megvalósítható, hogy 0,8-nél nem lehet kisebb, vagy egyébként ez a valószínűség. No, jó, tehát ott tartottunk, hogy ezt a A-ból B-t próbáltam meg, és
meg tudtam tenni azt, hogy teljes egészében, ugye a B-ben elhelyezni, most akkor próbáljuk meg, hogy, vagy nézzük meg, hogy lehetséges-e teljesen ugyan elszakítani a B-től, azaz van-e olyan realizáció, hogy itt van az A, oké, jó, itt van a B. Ebben az esetben természetesen az A és a B azok diszjunktak. Hát ezt tudjuk felírom. A, B, diszjunkt. Mert ez azt jelenti, hogy akkor ugye az uniónak a valószínűsége az a két valószínűségnek az összegeként előáll. Azaz ez nem lesz más, mint 0,7 plusz 0,8. Hát ami 1,5. Nyilván van, ez nem lehetséges, ugye? A teljes esemény az 1, és hát az a maximum. Tehát nyilvánvalóan nem lehet. Ennyire nem kaphatunk ennél nagyobb számot itt erre vonatkozóan. Tehát ez nem következhet be. Tehát mi következhet be? Tehát elkezdem húzni kifelé. Jó, de egy idő után biztos, hogy a kettőnek egy már ki kell tölteni az egészet, és még mindig kell, hogy maradjon közös rész. Tehát mi valósítható meg? Az valósítható meg, hogy a kettő együtt kitölti az egész alaphalmazt, és van közös rész is. Tehát, hogyha még, és akkor ezért fogjuk rajzolni a téglalapot, hogyha itt van ez a B rész, ugye? B esemény, ezt itt ábrázolom, akkor eleve, ahogy mondtam, hogy elkezdtük húzni, de hát most beleütköztünk ebbe a korlába, nem tudom, de kitöltöm az egész teret, hogy így ne. Itt van, ez itt az A esemény, ezt foglalja. Jó, és akkor ezek alapján nézzük, hogy ez mit is jelent. Hát először is azt jelenti, hogy ebben az esetben ugye az A unió B az egyenlő lesz az omegával, az alaphalmazzal, tehát akkor a valószínűsége az egyenlő 1-jel. Tehát megvalósul az, ezt eleve tudtuk, hogy 0 és 1 között van, de megvan, itt van megvalósítható ez, hogy 1 lesz a felső korlát. De ha itt vagyunk, akkor írjuk már be a megfelelő valószínűségeket. Ugye ennek itt a valószínűsége 0,8, kettő együtt lefeti az egész omegát, tehát akkor itt, vagy ez a komplementernek a valószínűsége az itt 0,2 lesz. Itt a piros A esemény 0,7 a valószínűsége, tehát ez azt jelenti, hogy a komplementeri 0,3, és ez azt jelenti, hogy ez itt a egyet kell kiadni, vagy ez a 3, ha az jól láthatóan diszjunkt, tehát akkor ide 0,5-nek kell kerülni, hogy az összeg 1 legyen, tehát akkor tulajdonképpen ebben az esetben már azt is megadtuk, hogy alapvetően az A metszet B az egyenlő 0,5-tel. Tehát van egy olyan realizáció, amikor 0,5-öt kaptunk, és hát természetesen, hogy ide viszünk ez a másik szélsőséges esethez, akkor itt is láthatjuk, hogy ebben az esetben az A teljes egészében benne van a B-ben, a PA metszet B, hát az nem más, mint pont a PA, az egyenlő 0,7. Tehát alapvetően a két szélsőséges eset megadta azt is, hogy van olyan realizáció, amikor a metszet az 0,7, illetve 0,5, azaz azt jelenti, hogy az A metszet B sem lehet egyértelműen megadni, és akkor azért ténylegesen, hogy lássuk, hogy mettől meddig, milyen értéket vett fel az A metszet B, használjuk ki azt, hogy a B, ugye A unió B az egyenlő az A halmaz valószínűsége, meg a B halmaz valószínűség, és ebből le kivonjuk a metszet valószínűségét, amiből is, akkor most kifejezem a metszetet, mert most már azt szeretném megmondani, A metszet B, ez a PA plusz PB mínusz PA unió B, azaz ez egyenlő lesz 0,7 meg 0,8 mínusz, és akkor itt van PA unió B. Azaz amikor az unió a legkisebb, akkor értelemszerűen lesz a metszet
a legnagyobb. Tehát ott ugye ez az eset a metszetre vonatkozóan fogadni felső korlátot, és ott van meg is valósul, és amennyiben ez a valószínűség a legnagyobb, akkor természetesen akkor lesz ez a legkisebb. Tehát ugye itt ez az eset, az óra egészen között. Tehát valóban a kettő között